Partra kivágtak a kvalifikációs futam résztvevőik a maguk 800 méteres távjának. Nagyon jól indult el Muffin 5-ös, illetőleg itt belül 2-essel Battignolt látjuk helyezkedni, legkívül Rivière d'Or indult el jól, de itt legbelül Black River Star az, aki istálló társával, Battignollal az ére megy, és ketten diktálják az iramot. Mögöttük ott van Rivière d'Or kívül, illetőleg belül Muffin, úgy tűnik, hogy Szépike is ott legkívül megpróbál elindulni. Muffin egy picit talán, mintha kisodródott volna, de hát nagyon jól egy tömbben galoppozik mind a 8 résztvevője ennek a futamnak. A tatai istáló reménységei vannak elől, Battignol, illetőleg Black River Star. Rivière d'Or van hozzájuk közel, továbbra is Muffint láthatjuk ott jól versenyezni, és úgy tűnik, hogy 9-essel Velana és megindul az élen. Battignol az, aki hozta a lovakat, Battignol van elől, Festerno támadja belül, és hát így 2-es, 7-es, 5-ös befutási sorrend lehet, de hát ez csak a rend kedvéért tudom elmondani, vagy érdekes, hiszen erre fogadás nem volt köthető. Az biztos, hogy Battignol volt a leggyorsabb 800 méteren, Suták csengével, mögötte pedig szinte célfotósak voltak, 7-essel Rivière d'Or, illetőleg 5-össel Muffin. Vélehetőleg ez az 1 perc 10 másodperces idő egyik lónak sem okozhatott gondot, és elmondható az is, ami nagyon jó, hogy mind a 8-an versenyéretten mozogtak. Ez volt tehát a kvalifikációs futam, az első a mai napon, ahol 2 évesek futottak a lehető legjobb időért, és majd előreláthatólag 1:30-kor a 3 évesek is, 4 3 éves megpróbálkozik 1000 méteren azzal, hogy teljesítsék szintidejüket, 1 perc 8 másodpercet. Fogom önökkel természetesen közölni azt, hogy sikeres volt-e ez a kvalifikáció, avagy nem, azonban azt javaslom, hogy nézzünk olyan lóversenyt,